Vándor Éva, Tarítót László és Galambos Zoltán a vendégeink. Jó reggelt kívánok! Lesz egy premier, ma lesz egy premier. Vagy hát már ez sem igaz ebben a formában? Nem, hát ezt a darabot játszok most már közel egy éve. Több mint egy éve, január múlt egy éve. Hát akkor egy évvel ezelőtt kellett volna jönni, akkor köszönöm szépen. Ez ennyi volt. Mi akartunk akkor is. És most vendégeskedünk az Eurócentrumban. Ez az új hír ebben igazából, hogy új helyen vagytok. Hát meg, hogy végre bejutottunk az ATV-be, és elmondhatjuk, hogy milyen nagyszerű színház, és milyen cukik vagyunk, és mindenki nézze meg minket. Ez a nagyszerű színház, ez a Körúti Színház. De hát a Körúti Színház az miért nem a Körúton játszik? Mit jelent ez? Hát ennek hosszú története van. A nevünk azért lett Körúti Színház, nem azért, mert én ezt kitaláltam 12 éve, hogy legyen egy színház, nem a hosszú. Legyen egy színházam, de nem azért lett Körúti Színház, mert hogy a Körúton lett volna hely, hanem mert amikor én gyerek voltam, akkor a köznyelvben a igazi színház a két Körúti Színház volt, a Víg és a Madács. És ennek a hagyománya alapján lettünk mi Körúti Színház. És aztán voltunk is kicsit a József körúton, aztán kiszorultunk, azt egyszer egy hosszú beszélgetésben el tudom mesélni, hogy hogyan adta el a nyomdás szakszervezet, mindegy. És akkor elkezdtük az országot járni, amit én nagyon megszerettem. De 19 helyen van, pici városokban bérletünk, és még emellett is nagyon sok helyen játszunk. Ennyi, nem beszélek tovább erről. Ezt az országjárást a színészeid is szeretik? Na, akkor most fordulok Évához. De csak nyugodtan. A nevem az kötelez. És, de különben remek társaságban utazunk, Tahitot László, Gyebnár Csekka, Puszta Szeri Kornél. Tehát én azt hiszem, Esztergályos Cecília. Hát hiszen ez egy közel 40 fős társulat, az SZRC-i, Koncz Gábor, Kautsky Oron, Pikaliger. Tehát egy nagyon hosszú felsorás tudnék, amit a körutiszínház.hu weboldalon. És mennyire társulat ez a szónak a klasszikus színház értelme? Mennyire vagytok együvé tartozók? Hát van egy mag, ugye, Zoli, és ahhoz hív meg az Zoli mindig színészeket, kicsit érettebb színészeket, mert a társulat maga nagyon fiatal, lelkes társaság, úgyhogy üdítő és vidító és fiatalító dolog köztük lenni, és nagyon jó emberek, nagyon tehetséges emberek, és ez mind ugye a fejétől hát sugárzik a társulatra, mert Zoli nagyon jól egybe tartja őket, és nagyon jó irányba vezeti, és a darab választás. Na, ezt akartam mondani, hogy egy ilyen színház, amelyik nem egy fix helyen játszik, nem egy olyan bérletes rendszerben, mint ahogy például, bár ugye nagyon sok helyen van bérlet is rátok. Hát 19 helyen van bérletünk, tehát ha én bemutatok valamit, akkor tudom, akkor viszont jobban jártok, mint egy csomó közszínház, amelyen hát nincs ennyiféle bérlet feltétlenül, és nincs 25-30-40 előadás feltétlenül egy szériában. Na, azt akartam kérdezni, hogy ebben mennyire fér bele a szerepválasztás, meg a darabválasztás bátorsága? Hát most van egy nagyon bátor választás, a Mód és Herold, ami most megint nem arról beszélünk, amiről kéne, az Esztergályos Cecíliával, mert a Zoli félt, hogy a komoly darabokat, tehát ez egy nagyon gyönyörű lírai darab, Tolnai Klári utolsó szerepe volt, és annyira szeretik, mert hogy az ember nem csak nevetni szeret, hanem sírni is szeret. Lehet azon azért nevetni, de egy nagyon erős szerep. Igen, de a vége mindenki. Nem? Az érzelmek, igen, igen. És akkor gondolom a darabválasztás is sokban ettől függ, meg hát gondolom színészfüggő is, hát egy picit, nem? Hát egyrészt van egy ilyen közel 40 fős társulatom, tehát ugyan a Laci a Víg Színház tagja, de 4 darabban játszik nálunk, az Évának is ugye most, de ő is 4 darabban, tehát, és igyekszem emberekre. Én ahogy ezt láttam Ádám Ottótól, és láttam a Várkonyitól, én próbálok egy olyasmi társulatot egyben tartani, szerintem ma már nincs nagyon. És akkor, ha azt mondom, hogy van egy Esztergályos Cecíliám, akkor előveszem nekem Mód és Haroldot. Ha van egy Pikaligerdám, akkor előveszem nekem a Bolondány. Tabival mit tudsz adni Évának és Lacinak? A Tabi az nekem volt egy ilyen gyerekkori lövésem, hogy nagyon sok Tabi kötet volt otthon, és akkor ilyen Ludas Matyi rajongó voltam fiatalon. Tabi László voltam, ugye a Ludas Matyi főszerkesztője volt, és egy korszak egyik legjelentősebb kabaré szerzője és humoreszk írója. És hát nagyon sok színpadi darabja ment 60-as hetvenségbe. Látszik ez ezen az előadáson, ami spanyolul tudni kell címmel,
ma nem mutattok be, ha nem játsztok, ki tudja, hanyadik alkalommal az Eurocenterben. Az elején vannak ilyen. Tehát látszik ez ezen az előadáson, hogy az ember, aki írta, nagyon tudja, hogy kell poént írni? Nem hiszem, hogy ő egyértelműen kabarin szerző volt. Felfedezhetünk az írásaiban a csehovi gyökerek, szóval, hogy kinek a köpenyéből bújt elő Tabi, és a legjobb írókat nevezhetném itt meg, is jut eszembe. Én magam rengeteget játszottam tőle annak idején, egy nagyon komoly, például a Egy deci tej című monológommal nagy sikert adottam. Én emlékszem rá. Igen? Szóval nagyon szerettem, és majdnem olyan, mint a Csehov dohányzás ártalmasságáról monológia. Szóval meg mikor oda kerültem a Vígszínház, pont akkor mutatták be a spanyol tudni kelt a Vígszínházban, tehát a Vígszínház is műsorára tűzte. Lehet, hogy ez volt az ősbemutató, tehát az első előadása ennek a spanyolul tudni kelt. Emlékszel is az előadásra, csak a tényre, hogy ez volt? Hogyne, emlékszem. A Feleki Kamilt hívták meg vendégül, a Súlyok Mária volt a partner, ők voltak a szerelmes párok. Ebből már kiderül, hogy milyen bizarr a történet, és kicsit van szívmelengető, hogy két ember, aki már lemondott a szerelemről, egy kicsit az élet letett róla, újra beköszönt a szerelem az életükbe, és ez nagyon szép. És ki is be is írja, és el is le is írja, a Tavi szépen kiírja, ami ebben a témában leledzik, és az ember érez erről. Ez egy zenés előadás, ugye? Igen, zenés előadás, belementettünk akkor is lágereket a 60-as, 70-es évek, de lehet, hogy egy kicsit későbbiek is, tehát hogy hát egy kicsit... Hát olvastam, igen. Gemini dalokat, az a 70-es évek Gemini kicsit elfeledett a lágereit. Gemini van, Gábor Espántól vannak. Dalokatját a legdöbbenetesebb szerző volt, Szécsi Páltól himnusz a nyárhoz, ugye picit beleletek változtatva a dalszövegbe, hogy ilyen hogy a darabhoz, hogy passzoljon az éppen a pillanattal, amikor... Hány éjjel vártam, a... De hát ez eredetileg nincs benne, ezek szerint nincs kerestetek dalokat, amiket oda lehet rakni. Azért ezt picit le kellett porolni, ezt a darabot. Kicsit hosszú is volt, kicsit akartam aktualizálni, kicsit azért ugyan olyan 70-es évek, olyan kis nosztalgia feeling, de azért, hogy legyen némi áthallás benne. A fociról a... Kinek izgalom egy új helyen játszani, a színésznek is, vagy leginkább a direktornak, hogy mennyire fog bejönni az, hogy az első magánszínház, amelyik az Eurocenterben a Vidám színpadon fellép. Tehát, hogy azért kinek kockázat ez? Mi állandóan új helyen játszunk. Minden este bemutatok. Folyamatosan. Tegnap Vásárosnaményben voltunk, ma a Vidám színpad holnap. Nem is tudod hirtelen. Tehát ez így nem merül fel? Rétság, bocsánat, holnap. Hozzászokik az ember, sőt, ha sokan játszik egy helyen, már igényli a változatosságot. Az, hogy ez a Vidám színpad, hát ez egy érdekes hely, ugye. Én legalábbis nem voltam ott, mint néző, nem ismerem a helyet. Én is csak. Úgyhogy érdekes lesz moziba megismerkedni. Moziba vásárolni járok oda, igen. Illetve tudom, hogy a Böröndiék igen, a kollégáink, hogy milyen színházat viszik. Hoztak létre. Az érdekes is annak, milyen a közönsége, és szerintem meg fogjuk azt a közönséget nyerni. Egy leporolt zenés, jókedvű Tabival. A leporolt, és a kicsit a teszádból olyan rosszul hangzott, hogy olyan sokkal jobban igen, az de a kétségtelmű. Felporolt mondjuk akkor ezt, jó? Jó. Tőled szedtem ezt a szót. Igen, elnézést, de rosszul, tőlem is rossz hangsúlyjal idéztem. Nem, tőled egészen másképp, hogy nyilvánvaló. Örök volt, hogy itt voltatok. Igen, nagyon kellemes este. Ma este telt ház, tehát ma estére nem érdemes túldulnitán. Ahova befér 200 ember, oda befér 201 is, és ezt folytathatnám a végtelenig. De játszhatok még ott, meg mindenfelé. Hogy ott játszunk-e még? Azt nem tudom, a honlapunkon fönn van most már a havi műsorunk. Pesten is elérhetők vagyunk a Kispesti Munkás Otthonban, a Rózsaműrödési Házban, az Erzsébetléti Színházban, a Dózsaműfázban. Jó veletek beszélget, mert majdnem minden szemben. Másképpen van, mint ahogy egyébként lenni szokott. Úgyhogy ez ebből a szempontból érdekes volt, egy felporolt előadás. Hogy ne porolj ki a végén. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok.